A Levinfo a világon egyedülálló szexuális felvilágosító applikáció. Itt Magyarországon született meg. A fejlesztés a 12-25 éves korosztályt célozza meg, és ami a legjobb, ingyenesen letölthető bármelyik okostelefonra. Így a fiatalok diszkréten utána járhatnak azoknak az információknak, ami valóban érdekli őket. Rosszalló tekintetek óvszer vásárláskor, felnőttekkel beszélgetni a szexről. A tinik ezeket rémálomként élik meg, holott a felnőtté válás velejárója a kíváncsiság és az első szerelem. De hogy mitől is félnek a fiatalok? Ez egy olyan pillanat, hogy non-stop bennünk van ez a bizsergő érzés, hogy akkor most mi lesz, meg hogy fognak reagálni az eladó mögöttünk levők. A tudás és az eszköz csak együtt ér valamit, ez lang már Bettina missziójának legfontosabb alapelve. Bettina akkor döntött úgy, hogy óvszerautomatákat telepít iskolákba, amikor találkozott egy ötödikes kislánnyal, aki már egy ikerpár édesanyja volt. Az első automata egy székesfehérvári középiskola fiú WC-jébe került, ahonnan a fiatalok elérhető áron diszkréten vásárolhatnak. Ez az intézmény a Comenius, ahol tervezik egy újabb automata felszerelését is, ahol a lányok is tudnak vásárolni. Az iskolának nagyon nagy felelőssége van abban, hogy mi történik a gyerekekkel bent az iskolában. A gyerekeket ránk bízza a szülő, és elvárja, hogy a testi és lelki egészségükre vigyázzunk. Nekünk meg kell tanítanunk, elvárja tőlünk, hogy tanítsuk meg minden olyan veszély elkerülésére, ami leselkedhet rá. Tanítsuk meg a gyerekeknek a szabályokat, hogy szabálykövető magatartások legyenek, hiszen az élet számos területén szabályok mentén működünk, így a szexben is szabályokat bizony követni kell. Azért gondoltam, hogy az óvszerautomatának helye van az iskolában, mert nem az automata hozza be a szexet az iskolába, hanem a gyerekek reggel, mikor bejönnek, a fiúk és lányok, az valahol ott bennük lapul. 12 év folyamos iskola vagyunk. Bejönnek az elsős kisgyerekek, és kimennek a 12-es érettségiző nagyok. Közben valami történik, és mi úgy gondoljuk, hogy az óvszerautomatával mi azt segítjük, hogy ne adjunk fölöslegesen munkát az egészségügynek. Hogyan fogadta a testület, illetve a diákok ezt a kezdeményezést? A diákok a legkönnyebben, a kollégákkal beszélgettünk, majd arra az elhatározásra jutottunk, hogy igen, ezt meg kell tennünk. A szülők is elfogadták, sőt, a szülők most azt kérik, hogy a fiatalabb lányoknak, általánosokra a felső tagozat, ez egy másik épület, ott is tegyük lehetővé az óvszerautomata elérését a lány WC-ben. És tervezik-e, hogy bővítik még akkor ezt a rendszert? Igen, napokon belül felszerelésre kerül a lány WC-ben az óvszerautomata, mert végig gondoltuk, hogy miért is csak a fiúktól várjuk el, hogy meglegyen a védekezés. Ha mind a kettejük felkészül, és felkészülten történik az első együttlét, akkor abból valószínűleg nem lesz probléma. Használják-e a fiatalok ezt az automatát? Igen, fogy. A tudás pedig a Levinfo alkalmazásban érhető el, amit a fiatalok ingyenesen tölthetnek le okostelefonjukra. A Levinfo egy a világon egyedülálló szexuális felvilágosító alkalmazás. A fiatalok körében a 12-25 éves korosztályt célozza meg a fejlesztés, ezzel is hozzájárulva az egészséges testi és lelki fejlődésükhöz. Azonban a magyar fejlesztésű applikáció nem csak a fiataloknak szól, felnőttek, oktatók számára is hasznos lehet. Legfőbb célja a prevenció, a készítők nagy hangsúlyt fektettek az anatómiai ismeretekre, az önvizsgálat illusztrálására, a védekezési módszerekre, a gumiovszer használatára. Az alkalmazás leírja, mit kell tenni az első együttlét előtt, és közben mi a helyes magatartás, de ezen túl utat mutat, ha megtörtént a baj. Az első szexről ejtünk szót, hogy az útra való menüpontban például arról, hogy akkor cselekedjen, amikor majd elérkezett ennek az ideje, ne kövessék a csorda szellemet, a fiatalnak jogában áll nemet mondani. Az egész alkalmazás fejlesztése során nagyon nagy hangsúlyt fektettünk a pozitív családtervezésre, hogy minél kevesebb sérelem és
probléma érje a fiatalokat, a növekvő generációt, hogy akkor, amikor majd oda kerül a sor, hogy családalapítás, gyermekvállalás, akkor annak úgy tudjanak nekiindulni, hogy előtte hát ki kell mondani, nincsenek túl például X abortuszon esetleg. Az alkalmazásnak van egy különleges menüpontja, mégpedig a vészhelyzet. Ezen belül az a Lavinfo segítséget tud nyújtani. Értem ez alatt azt, hogy ha például a családvédelmi szolgálat segítségére van szükség, megtalálható az alkalmazáson belül a teljes leírás, mit, mikor és hogyan kell megtenni, és a GPS elviszi a hozzá legközelebb eső családvédelmi szolgálathoz. De ugyanúgy megtalálható benne Magyarország összes nőgyógyászata, ha esetleg esemény utáni tablettára van szükség, a teljes leírása. Ugyanúgy megtalálható benne az összes bőr és nemi beteg gondozó, mert ugye az alkalmazás foglalkozik a betegségekkel. A lényeg az, hogy menj orvoshoz, és a GPS segít ebben, hogy hova. Megtalálható Magyarország összes babamentő inkubátora, és működik is ez a GPS-es rendszer. Ezen felül, hogy egy komplex felvilágosító programot tartalmaz, ezen felül felhívjuk a figyelmet az internet veszélyeire. Milyen szabályokat fontos betartani ahhoz, hogy a fiatalok ne kerüljenek kényelmetlen helyzetbe, mint például ne töltsenek fel olyan képeket, ne küldözgessenek egymásnak, ami esetleg a későbbiekben ez visszaélésre adhat okot. Úgyhogy elég sokrétű ez a felvilágosító program, és egy drogprevenciós programot is elhelyeztünk az alkalmazáson belül, szintén a vészhelyzet menüpontban. A drogsegély telefonszámon felül leírjuk, hogy szintén, hogy milyen szabályokat kell betartani, akár egy szórakozó helyen, hogy nehogy esetleg valami belekerüljön valakinek az italába. Hogy tudnak segítséghez fordulni, és ha nekünk nem hiszik el, hogy miért ne fogyasszanak különböző szereket, akkor feltettünk egy beszélgetést egy fiatal emberrel, aki már hát szó szerint megjött a másik oldalról, és jelen pillanatban drogprevencióval foglalkozik. Azt gondolom, hogy ő egy nagyon-nagyon hiteles ember. Végezetül pedig egy adat, ami miatt fontos a témával foglalkozni. Évente közel 380 nem kívánt terhesség következik be a fiatalkorúak körében Fejér megyében. Ennek fele abortusszal végződik.